Önök a Halas Televízió hírműsorát látják. Azonnal kezdünk. Rosszul lett a sofőr és fának ütközött, a baleset reggel történt a Nagyszeder utcában. Talpra állították a lovat, a korábban megrongálódott szobor ma került új helyére. Némi átalakítás vár a menhelyre, így átmenetileg kevesebb gazdátlan kutyát tudnak majd befogadni. Pótolni kell az elégett holmikat, a tűzkárosult családnak már érkezett felajánlás. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, pénteki hírösszefoglalónkat látják, tartsanak velünk! Egy ismert halasi építész volt részese annak a balesetnek, amely reggel történt a Nagyszeder utcában. A helyszínen megtudtuk, hogy a sofőr feltehetően rosszul lett vezetés közben, emiatt vesztette el uralmát a járműve felett, és ennek következtében a bal oldalon egy fának ütközött. A riasztott halasi tűzoltók adácsiját áramtalanították. A sofőrt a helyi kórház sürgősségi osztályára szállították a mentők. A helyszínen és idején félpályás útzár volt érvényben. Egyre többen segítenek a bajba jutott családnak. Mint hírtattunk róla, egy 20 négyzetméteres melléképület gyulladt ki kedden kora délután a Kőrösi úton. A helyiségekben négyen laktak, az ő elhelyezésüket ismerős családoknál oldották meg. Az épület szinte teljesen kiégett. Szűcs Csaba alpolgármester híradónknak elmondta, azonnal intézkedtek, hiszen a család és a gyerekek elhelyezése mellett az is feladat, hogy az elégett használati, ruházati tárgyaikat, valamint a tankönyveket, füzeteket is pótolni tudják. Egy halasi papírbolt ehhez nyújtott segítséget. Tegnap a szociális segítőnk a Fazekas Mihály iskolából ment bevásárolni a kislánynak a legszükségesebb dolgokat, és hát azt tapasztaltuk, hogy a papírboltban nem fogadtak el pénzt, sőt, még a fölétakon kívül sokkal, de sokkal több mindent összekészítettek a kislánynak, és ők ezzel szerettek volna hozzájárulni itt a leégett családnak a helyzetéhez. Az tény is való, hogy Halas már megmutatta, hogy ha összefog, akkor mire képes, azt is megmutatta, hogy mennyire szociálisan érzékeny. Ezért én kérném a tisztelt halasi lakosságot a továbbiakban is, hiszen sajnos, bár ne legyen igazam, de biztos, hogy lesz még ilyen leégett házak. Ezért arra kérném önöket, hogy ha más szükségességét nem látják, akár konyhai eszközök, vagy bútorok, vagy csak ruhanemű, vagy cipő, amit már nem használnak a gyerekek, vagy a felnőttek, de viszont még más felhúzná, én arra kérek mindenkit, hogy a családsegítő központhoz ezeket juttassa el, és olyankor, amikor tényleg családok jutnak ilyen helyzetbe, akkor rögtön bírunk segíteni. Rövid időn belül tiszta víz kerül a Mékúti és Jánoshalmi poharakba. Utolsó fázisába ért ugyanis a két település közös ivóvíz projektje. Ma délelőtt a polgármesterek szemügyre vették, milyen változásokon estek át a vízműtelepek. Mint mondták, a lakosság már nagyon várja, hogy befejeződjön a korszerűsítés. Javában zajlik a Jánoshalma Mékút ivóvíz minőség javító projekt záró fázisa, melyre a Jánoshalma Mékút ivóvízminőség javító önkormányzati társulás 556.164.534 forintot nyert el az Európai Unió jóvoltából a kohéziós alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében. Jánoshalma város polgármestere ma délelőtt maga is szemügyre vette, milyen látványos változásokon esett át a vízműtelep. Nem is tudtuk elképzelni, hogy ekkora változás lesz a település víz ellátásának életében. Először is, ami nagyon fontos, egy új kutat fúrattunk, ennek a Mékút Jánoshalma ivóvíz minőségjavító programnak a keretein belül. Ez az új kút egy 190 méter mély kút, és olyan vízhozammal rendelkezik, ami egy átlagos nyári napon is önmagában is képes ellátni szinte az egész város területét. Tehát mindenképpen a víz ellátásnak a biztonságát szolgálja. A városvezető szerint a lakosok is nagyon várják már, hogy végre szó szerint tiszta vizet önthessenek a poharakba.
Nagyon sok lakossági fórumon elhangzott az, hogy a jánosalmi víz nem felelt meg az elmúlt években a legújabb uniós előírásoknak, és ennek tettünk most eleget, tehát a lakossági elvárás is nagy volt. Most az új berendezésekkel, tehát a legújabb elvárásoknak is megfelelünk, illetve, ahogy mondtam, tehát a víz mennyisége is megfelelő a városban. Ezek a felvételek már mély úton készültek. A projekt keretében itt is több fontos beruházás valósulhatott meg. Három fő lépésben zajlódik a vízműtechnológia megépítése. Egyszer ez az új gépházban ugye a tisztítási technológia, egyszer a Globusnak a teljes felújítása, külső-belső felújítása történt meg, és a harmadik lépés pedig, amit a lakosság is megszenvedett, az a tolózárcserék és a házi bekötéseknek a cseréje. Abbról elmondható az, hogy több mint 1000 méter gerincvezeték lett kicserélve, 48 darab tolózár, ami a szakaszolhatóságot teszi jóval jobbá a településen, és 280 darab házi bekötés valósult meg. A projekt zárásának határideje már karnyújtásnyira van. A polgármester addig is egy kis türelmet kér a lakosságtól. Azt a határértékeket, amit az Európai Unió előír vas, mangán, arzénban, ezt bőven tudni fogja ezt a technológia, és ha minden jól megy, akkor május közepétől, május végétől ezt a vizet tudjuk már a hálózatba prezentálni a lakosság számára is. Lábra állították a halasi lovasbázis korábban megrongálódott lószobrát. Pénteken délelőtt került sor a munkálatokra. A szobor lábai akkor törtek el, amikor az őrzött szállásnál folyó udvar kialakítása miatt levették az addigi helyéről. A szobor most egy olyan helyet kapott, ahol bárki megnézheti. A versenybírói torony mögött állították fel. A lába még suta, de kőfaragó fogja majd megszépíteni. Közben a lovasbázison felújítási munkák indultak. Megújul a bemelegítő pálya, a versenypálya füvét is felújították, csak úgy, mint a versenyzői tribünt, és megkezdték a megrongálódott ülések pótlását is, hogy mire kezdődnek a tavaszi versenyek, minden készen álljon. Átmenetileg kevesebb gazdátlan kutyát tudnak majd fogadni a halasi állatotthonban, mert több átalakítást is el kell végezni a menhely területén. Az állategészségügyi hatóság a szokásos ellenőrzésekor tárt fel számos hiányosságot, amiért több európai uniós előírásoknak sem felel meg jelenleg az intézmény. Hamarosan több építkezés is elkezdődik majd a halasi állatotthonban. Közel 6 millió forintot kell költeni az intézményre a telepet működtető halasi állatsegítő alapítványnak. Így például le kell betonozni azokat a keneleket, amelyek eddig nem voltak lebetonozva, illetve derítőgödröket kell lásni a hozzátartozó elvezető rendszerrel, ahol a szennyvizet gyűjtik össze. Ezen kívül még két másik dolog volt, ami nem megfelelő. Az egyik a takarmánytárolónk, amihez egy új épületet kellene építeni, kellene, mert ez nincs benne 6 millióba. Azon kívül az én képesítésem sem megfelelő, mert tulajdonképpen egy 200 ezer forintos aranykalászos gazdatanfolyamot kellene elvégeznem ahhoz, hogy a telepvezetői, illetve a állatotthon vezetői minőségnek megfeleljek. A főiskolai képesítésem úgy látszik, hogy nem elég az sem, hogy a NATO-nál én kutyakiképző voltam, és ezt is tudtam igazolni, de hát az uniós előírások valószínűleg ezek, amik kellenek. Hogy a jövőben mi lesz ezzel a két másik hiányossága, pillanatnyilag még a nem tudjuk. Én valószínűleg nem fogok aranykalászos gazdatanfolyamot csinálni. Az építkezéshez szükséges pénzt az állatotthont működtető halasi állatsegítő alapítvány és egy német állatvédő szervezet biztosítja. Az átalakítások ideje alatt lesz időszak, amikor egyetlen kutyát sem tudnak fogadni. Pillanatnyilag éppen azért, mert ezek a munkák folynak, nem tudunk kutyát átvenni a gyepmesteri telepről, ott is valószínűleg torlódás lesz. A munkák előreláthatólag legalább egy hónapig fognak tartani. Örülünk, ha egy hónap alatt elvégződik.
ez a munka. A halasi állatotthon egyszerre 80 kutya és 40 macska elhelyezésére alkalmas. Elsősorban a halasi gyepmesteri telepről fogadják be a gazdátlan ebeket, ezzel részben önkormányzati feladatot is ellát a non-profit intézmény. 2003 óta működik az állatotthon Kiskunhalas közelében. Az elmúlt 12 év alatt több ezer gazdátlan kutyát és több száz elárult macskát adtak örökbefogadó gazdákhoz. Hétfő reggeltől indul Halason a lomtalanítás, így a hétvégén már célszerű elkezdeni a kidobandó holmik összegyűjtését az udvarokból és az otthonokból. A szemétszállítási szolgáltató a gyűjtő járataival a házaktól viszi el a lomot. Az akció két hétig tart. Azt, hogy melyik utcából mikor viszik el a lomot, internetes oldalunkon a halasmedia.hu-n is megnézhetik. Fontos tudni, hogy nem feltétlenül a kukás ürítési napokon viszik majd el a lomot, így érdemes megnézni a beosztást. A nagy térfogatú lomhulladékok, például a bútorokat, fém, fa, papír, műanyag hulladékokat, illetve a zöld hulladékot fogják elszállítani. A veszélyes hulladékokat, az akkumulátorokat, az elektronikai berendezéseket és a gumiabroncsokat nem fogják elvinni, így azokat ne is tegyék ki, mert ott fognak maradni. És még egy tudnivaló, a lomokat, zöld hulladékot kötegelve, zsákolva vagy olyan formában tegyék ki, hogy azokat a szállító munkások fel tudják tenni a járműre. Sokan ebédelnek majd szombaton gulyást. Holnap rendezik meg a Sóstó Gulyás Fesztivált, immár 5. alkalommal. A program iránt évről évre egyre nagyobb az érdeklődés, és nem csak a helyi lakosok körében, még a fővárosból és Szerbiából is érkeznek csapatok. Érkeznek az asztalok és a padok, a csapatok már készülnek a Gulyás Fesztiválra. Megkezdődött a sátrak építése is, már a délután folyamán sokan szorgoskodtak a kijelölt helyszíneken. A csapatok érkeznek folyamatosan és pakolnak be, illetve a sátrakat építik. Mekkora az előzetes érdeklődés? Nagy, 69 csapat jelentkezett, és jönnek szépen. És remélem, hogy olyanok is jönnek, akik nem főznek, jönnek, kilátogatnak, és szép idő lesz. Fele-fele arányban lesz alföldi gulyás, illetve az egyéb kategória. Mi az, amit majd nézni fog a zsűri, mivel készüljenek a csapatok? A zsűri nézi az öltözetet, a higiéniát, az asztalterítést, a tálalást, mindent figyelnek, ami ehhez kapcsolódik. 5 éve rendezték az első Sóstó Gulyás Fesztivált, azóta elterjedt a híre, így már határon túlról és az ország több részéről is érkeznek vendégek. Pestről érkezik 3 csapat, jönnek Bócsáról, Mélykútról, Tompáról, illetve Szerbiából is. Parkolóba kezdtük, és úgy gondoltuk, hogy a parkoló az nagyon jó hely lesz neki, és a másodiknál, amikor jelentkeztek a csapatok, akkor láttuk, hogy ezt el kell vinnünk nagyobb helyre, illetve ide hátra kell hoznunk a parkerdőbe. A Gulyás Fesztiválra Halas polgármestere is készül. Főzni nem, de 3 csapatban is úgymond érintett vagyok, és ezeket a csapatokat fogom én támogatni, meg hát természetesen a többieket is. Én szurkolok mindenkinek, hogy minél finomabb ételek készülhessenek a holnapi napon. Én azt gondolom, hogy ez egy kitűnő kezdeményezés, hiszen ez egy ilyen alulról jövő, alulról építkező program, amit nem azért szeretnek az emberek, mert valaki kitalálta és rájuk erőszakolja, hanem mert egyszerűen sok embert megmozgat. És az, hogy ilyen széles körben, tehát Pestről is jönnek erre látogatók, főzők, kóstolók, az azt jelenti, hogy ez egy nagyszerű gondolat volt attól, aki egyébként ezt megszülte, és hát bízunk benne, hogy további hasonlókat fogunk tudni felépíteni itt a városban, és ezzel tényleg olyan programokat tudunk kínálni egész év során, amik híresek nem csak itt a környezetünkben, hanem tényleg országos szinten is. Cégek, baráti társaságok, családok ragadnak majd fakanalat, többen speciális gulyással készülnek. Szilai Citerazenekarnak készítjük elő a helyet, főzünk majd, zenélünk színpadon is, itt a sátorkerül is. Még hát aki érdekel, azt szeretettel várjuk ide. Lesznek sokan? Hány fővel jön a csapat? Nem, sokan leszünk, egy ilyen 11 néhányan. De maga a zenekar az egy ilyen 5-6 fővel, meg hát a kisebb gyerekek, unokák, feleségek. Versenyben is benne vesztek? Persze, főzünk egy jó gulyást, egy ilyen gombás gulyást terveztünk főzni. Amíg a csapatok főznek és a zsűri kóstol, különböző programok várják az érdeklődőket. Lesz például íjászkodás és állatsimogató, a színpadon pedig zene és tánc.
Többen már ma megtartották a költészetnapi ünnepségeket. A pszichiátriai betegek és fogyatékos személyek otthona a Közösségek Házában rendezte meg a megemlékezést. Ezúttal a 90 éve született Nagy László verseiből hallhattak összeállítást az érdeklődők, amit képes zenés játékkal színesítettek. Nyitó beszédet Krizsánék Metovics Ilona igazgatónő mondott. A Bécsben megrendezett Danube Challenge nemzetközi focitornán aranyérmet szerző Kiskunhalasi Szilády RFC csapatát fogadta pénteken délután a Városháza dísztermében Fülöp Robert polgármester és Farkas Dániel alpolgármester. A vendéglátók kitértek rá, hogy a foci csapat sikerével öregbítették a város hírnevét, és méltán lehet büszke az egyesületre egész Kiskunhalas. A találkozón emléklapot vehettek át a fiatalok és Vince Attila vezetőedző. Az U11-es csapatra egyébként az elkövetkezendő napokban újabb megméretések várnak. Műsorunk végén pedig röviden felidézzük a nap főbb híreit. Rosszul lett a sofőr és fának ütközött, a baleset reggel történt a Nagyceder utcában. Talpra állították a lovat, a korábban megrongálódott szobor ma került új helyére. Némi átalakítás vár a menhelyre, így átmenetileg kevesebb gazdátlan kutyát tudnak majd befogadni. Pótolni kell az elégett holmikat, a tűzkárosult családnak már érkezett felajánlás. A híradónk már a véget ért, most azonban megnézhetik az időjárás jelentést, utána pedig a gyermeksarkot, amelyben a Kertvárosi Iskola költészetnapi programjából láthatnak részleteket. Én mára köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok Önöknek, viszontlátásra!